ilyen bonyolult mechanikát nem is láttam orgonában. Second largest city in Hungary, and I'm going to meet Daniel Sarosi, who is going to show me a very special organ in Debrecen, recent rebuilt by Aris, and it's an 1862 instrument by the Hungarian organ builder Kiseli, who studied all over Europe and brought some interesting ideas into Hungarian organ building. This is the largest mechanical romantic reconstruction in Hungary. It features Barker levels, and it's a very complicated mechanical action instrument. I can't wait to play some Franck, some romantic repertoire for you on this instrument. Let's go. Ez a legnagyobb orgonája élete főműve, sajnos nem is élte meg az orgona teljes elkészültét, az utolsó néhány százaléknyi, néhány sípsornyi beépítést már az ő egyik tanítványa, munkatársa végezte el. Érdekes, a diszpozíciót néztem, hogy nagyon sok nyelvregiszter van. Így van. Ez a francia hatás, gondolom. Igen, így van. Van rajta hány trombita? Minden manuálnak van egy trombita nyolclábosa. A főműnek, illetve a mechanikus pozitív műnek, annak négylábas trombita regisztere is van, a pedálban is van, és nagyon érdekes az intonációs különbség. Azt majd fogod látni, hallani. Nézzük meg. Így van. Principle 16.
French plongeur with the pedal reeds, trumpet 8 and clairon.
by itself. A hangszer történetéről annyit érdemes tudni, hogy 1872-ben kérte föl Kiszer Istvánt, akkor még nagyváradi orgonaépítő Debrecen város presbitérium egy 3 manuál 47 regiszteres orgonal megépítésére. Aztán közben az alatt a rövid, közel 10 év alatt, ami az átadásig történt, ez 51 regiszterre bővült. Sajnos az átadást 1881-ben a mestere már nem élhette meg, mert egy évvel korábban tragikus hirtelenséggel elhunyt, és az ő segédje, munkatársa, Tocekál József fejezte be a hangszert, majd ő lett az orgonának a karbantartója, a nyelvek hangolója. Most ezek a hangolások és karbantartások annyira jól sikerültek, hogy el is tűntek sípok és komplett sípsorok az orgonából, ami azért az utókornak, illetve a 2019-ben történt nagyon komoly felújító restaurátori munkálatoknak nagyon nagy nehézséget jelentettek, főleg a nyelvregisztereknek veszett nyoma. Ebből, ha jól tudom, akkor 2 az, aminek lehetett nyomát és menzúráját találni. Mondd el először innen 1-es, 2-es, 3-as, mit jelentenek ezek? Tehát ő ugye a crescendo pedálja a harmónium műnek, ami 4 regiszter. Itt van egy tremolo kapcsoló, a 2-es. Azt megmutatod? Most ő nem működik még, tehát jó. Ő majd beleszépítve. Most a 3-as az az alsó manuálnak, tehát a főműnek a kollektív kapcsolója, tehát ha ezt én benyomom, mechanikusan kijön a két nyelvregiszter. Tehát így veszem ki, így jön be. Ebből a mixtúrát kiszerelte, kivette az orgonaépítő, de kornettel és a 3 nyelvvel együtt ez működik. És ez programozható, vagy ez fix? Nem, ez fix. Ez fix. De ebbe be lehet húzni a mixtúrát, amennyiben a szükség úgy kívánja. Most megyünk a kollektívekkel, a 4-es az a középső manuálnak, tehát a mechanikusan működő pozitív műnek szintén a két lábtól fölfelé. Tehát a baloldali pedál az elveszi, a jobb oldali az meg hozzáadja a regisztereket. Igen, ezt angolul úgy hívják, hogy reversible piston. Igen. Kind of. Igen. Most az 5-ös, ő az oktáv kopula, ami nagyon érdekes, tehát a hagyományos, ma ismeretes oktáv kopulákhoz képest, ő lent szuboktáv kopulaként működik mechanikusan, fönt pedig szuperoktáv kopulaként működik. Aztán itt jön a 6-os kapcsoló, ő az alsó manuált köti össze a középső manuállal, pontosabban a pozitívot húzza hozzá a főműhöz. A 7-es az a 3. manuált, a részét hozza hozzá a főműhöz. A 8-as pedig egy darab pedálkopula, ami a főművet viszi le a pedálba, és természetesen viszi magával az éppen hozzá kapcsolt mechanikus manuálkopulákat. Most a 9-es, ő nekünk a pedál kollektív, tehát ő is ugye a teljes nyelvkart kapcsolja be egyszerre. A 10-es, ő oktáv kopula lenne a pedálhoz, de ez soha nem volt beépítve az orgonába. Most se került be, mert egyszerűen annyi helyet foglalt volna el, amit nem tudtunk kispórolni a hangszer többi részéből, és végül van a redőny, ami... A 11-es. Ez hasonló, mint a Cavaical hangszereken, hogy ilyen kalantyús redőnybe lehet akasztani. Igen. Csak itt egy állás, a kettő állás helyett. Thank you.
gyönyörűen lett restaurálva az hangszer, és újjáépítve. Bassoon hoboa, which is more like a harmonium reed. Thank you.
1832 with the violon bass. It's very effective. And their Posauna, which is original.